Igen, azért az, hogy az első két forduló így sikerült, ez természetesen rányomja a bélyegét a következményekre is. Ezért volt nagyon fontos, hogy rúgjunk egy gólt, hiszen felszabadult sok minden, és ezután kezdtünk el úgy futballozni, ahogy kellett volna az első fél időben. Úgy éreztem, hogy működtek nagyjából a dolgaink, az Újpest a mi hibáinkból tudott jönni csak, viszont a Hegye az nagyon hiányzott, ugyanúgy, ahogy az MTK ellen is. A vége nem igazán volt meg, hogyha szépen akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy ez a kis kék gyógyszer hiányzik nekünk onnan előről. Arra szükség, a kis kék gyógyszerre szükség lenne ott elő, mert ami ott a kapu előtt ment eddig, az nem volt férfihoz méltó. De benne van a csapatban ez, ahogy az utolsó 20 percben játszottak, ahogy helyzeteket ki tudtak alakítani, és ahogy oda tudtak kerülni a kapu elé, bennük van ez a lendület, ez az erő, amivel játszottak. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy nem sikerült ezt a meccset megnyerni, de mentálisan erőt adhat az, hogy ki tudtunk egyenlíteni. Hozzá kell tennem szerintem egy nagyon, nagyon jó Újpest ellen. Köszönjük szépen Horváth Ferenc értékelését, és sajtó részéről van kérdés, akkor hadd jöjjön. Nincs. Szakla. Szeretettel köszöntelek Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sporttól. Két ilyen mérkőzés után, hogy zajlott a hét, illetve az első félidő láttán, mi ugye cseréltél egyből a Böle Lukácsot, aztán utána a Zsoltánról lettok, de mik voltak a tervek, mi volt az elképzelés, mit mondtál akkor a csapatnak, mit vártál és mit kaptál másodikben? A hét az borzasztó feszülten zajlott. Én a hét elején fogadtam volna bárkivel, hogy lesz verekedés és edzésen, de nem nyertem volna, mert végül verekedés nem volt, de nagyon feszült és éles volt a hangulat. Aztán ahhoz képest, amilyen éles volt a hét, ahhoz képest az első fél idő az megint nem olyan volt, mint amilyen a hét, de azt gondolom, hogy a végére az agresszió, ami kell, egy egészséges agresszió, az kijött. Tehát ott már egy éhes honvédot láttam. És a fél idő? Mi volt kérdés? Ja, hát az első csere az kell cserélni, de hozzá kell tennem, hogy minden csere, amit cseréltem, azt gondolom, hogy jó volt. Tehát oda tették magukat a cseréink, és ez nagyon fontos, hogy az egész keretről tudjunk beszélni, nem csak egy kezdő csapatról, hogy akik most ma beálltak, azok mind oda tették magukat, egyenértékűek voltak a kezdőkkel. Köszönjük szépen, van-e még kérdés? A második fél idő az mennyire volt olyan, ami általában szeretnél látni? Ajjaj. Az igazság, hogy magával a játékkal azzal nem volt nagyon bajom eddig se, az átütő erő hiányzott belőle, az, hogy lehessen látni, hogy mit akarunk, hogy vannak döntések, hogy megyünk a kapu felé, hogy csináljuk. Kicsit úgy éreztem, hogy mindenki veszi le magáról a felelősséget, tolunk rajta még egyet, tesszük tovább. Tehát nem volt egy olyan ember, aki azt mondja, na jó, majd ezt a meccset majd én el fogom dönteni. Ez hiányzott, most az utolsó 20 percben ez megvan, sokat vállaltunk, helyzeteink is voltak. Úgyhogy remélem, hogy ez a jövőre nézve biztatóan.